Üdvözlöm, Szabó Tíme vagyok, Óbuda Békásmegyer képviselőjelöltje. Ki kellene szállni a lesötétített kormányzati autókból, és el kellene menni a kórházakba megnézni, hogy milyen állapotok vannak. Mert innen a padsorokból ezt nem fogják tudni. Nem fogjuk hagyni ezt a pusztítást, ezt a rombolást, az álmaink teljes elpusztítását. Vissza fogjuk szerezni a szabadságunkat. Le fogjuk váltani Orbán Viktort és az önök a diktatúra felé masírozó kormányát. Április 8-án le lehet váltani Orbán Viktort és kormányát. De csak úgy tudjuk leváltani, ha mindannyian elmegyünk szavazni, és minden választókerületben a legesélyesebb ellenzéki jelöltre adjuk le voksunkat. Most nem lehet megosztani a szavazatokat. Le kell váltani Orbán Viktort és kormányát az egyetlen esélyes ellenzéki képviselőjelölttel. Én megígérem önöknek, hogy ha április 8-án megválasztanak, ahogy eddig is tettem, teljes szívből azért fogok dolgozni továbbra is, hogy Óbudán is mindenki békében és jólétben élhessen. Mi is, szüleink is, gyermekeink is. Egyetlen egy ember van, akitől fél Orbán Viktor. Egyetlen egy ember van, akinek valóban van esélye leváltani ezt a kormányt. Ez az ember pedig nem más, mint ön. Arra kérem, hogy április 8-án jöjjön el szavazni. Jöjjön el szavazni, és válassza a legesélyesebb ellenzéki jelöltet Óbuda Békésmegyer választókerületében. Ez az ember pedig nem más, mint Szabó Tímea. De arra is kérem, hogy ne csak az eszére, hanem a szívére is hallgasson. Mert Tímea nem csak a legesélyesebb jelölt, hanem egy kiváló ember, aki önnek kiváló képviselő lesz a következő országgyűlésben.